Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. A vártnál nagyobb volt a költségvetési hiány 2023-ban, az infláció azonban az év végére a kormányzati terveknek megfelelően megfeleződött. Hogy gazdaságilag milyen időszakon vagyunk túl, és hogy mire lehet számítani az idei évben, arról Gerhes Miklós közgazdászt kérdezem, jó estét kívánok. Jó estét kívánok. 4593 milliárd forint volt a hiány 2023-ban. Hogyan értelmezzük ezt az összeget? Hétköznapi halandónak ez olyan megfoghatatlan szám. Hát igen, ez látszólag tényleg magas ez a hiány. Ezt a nemzetközi piac, a pénzügypiac nem veszi jó néven. Tehát amikor Magyarország hitelképességét nézi, akkor figyelembe veszi, hogy a költségvetés ilyen hiánnyal szenved. Azért, elmúlt évekhez képest ez mekkora ez az összeg? Hát ez 20-30%-kal is magasabb, tehát jelentősen magasabb, viszont ezt a hiányt fokozatosan kell kiegyenlíteni, pótolni. Erre több év van, és ezt egy 5-6-7 év alatt ezt ki is lehet egyenlíteni. Pontosabban a cél soha nem az, hogy kiegyenlíteni, mert a világon mindenütt hiányban van a költségvetés, tehát többet költenek, mint amennyit beszereznek. Úgyhogy ezt én nem tartom egy tragédiának. Nem jó, nem elegáns, kétségtelen, ezt nem értékeli a pénzpiac. Milyen tényezőkből adódott ez a hiány? Ha ezeket ismerjük, akkor talán könnyebb az utakat megtalálni, hogy hogyan lehet ezt lassítani, hát vagy visszapótolni. Itt alapvetően egy háztartásban is a hiány akkor keletkezik, ha többet költ a család. Hát itt is a nagy család, az állam, az kiköltekezett. Nagyon sok pénzt engedett el, nagyon sokat fordított a külföldi vállalatok megsegítésére, támogatására, és különböző szociális és egyéb juttatásokra nagyon sokat költött. Nem mindegy, hogy egy hosszú távú beruházásra költünk, ami hosszú távon behoz nekünk egy csomó plusz jövedelmet, vagy olyan kiadásokat vállalunk be, ami igazából csak kényelmi, vagy felélünk bizonyos dolgokat. Igen. Hát ebben hogy állunk? Ez egy örök hiba egyébként, ha az idősebbek visszaemlékeznek, akkor, amikor a Kádár időszakban, ugye a rendszerváltásnál körülbelül 22 milliárd dollárral adtuk át, adósággal adtuk át a kasszát, illetve adta át az akkori kormány. Ennyit örököltünk, és ebben az a meglepő, éppen valamelyik nap néztem egy tanulmányt, hogy ebből a 22 milliárdból 1,4 milliárd volt a tőke. A többi a kamatos kamat. Tehát ezek szörnyű dolgok. Ezért kell nagyon vigyázni ezekre a hitelfelvételekre. Ami a jelen esetben, ugye nem jöttek az uniós pénzek, de hát ez egy külön téma, nem jöttek az uniós pénzek, és a kormányunk azzal, hogy értékpapírokat bocsátott ki, és dollár alapú értékpapírokat, tulajdonképpen ez egy hitelfelvétel. És 7-8%-os, meg 10%-os kamatra, és hogyha hozzátesszük, hogy majd 5-6-7-8 év múlva vissza kell fizetni, és a forint árfolyam nem lesz elég stabil, akkor ez a dollár alapú, ez jóval magasabb lesz ennek a visszafizetésnek a költsége. Hogyan lehet ezt egy kicsit kompenzálni, vagy kiegyenisíteni? Hát ugye ez az örök mindennapos probléma, az unióval való hajcihő. Én ezt már régen, azt hiszem, itt, amikor itt voltam valamennyi műsorban, elmondtam, amikor erről volt szó, hogy hogyan lehet csökkenteni a károkat és a problémát, ki kell egyezni az Európai Unióval, azt a tömérdek pénzt meg kell szerezni. Mert az egy dolog, hogy jár nekünk, de nem biztos, hogy adják. Majd valamikor adják, de ez nem biztos. Tehát az Unió nem kételkedik abban, hogy ezt majd ide adja, csak bizonyos dolgokat teljesíteni kell. És ugye nem szerencsés, hogy most is egy eljárás folyik Magyarország ellen, és már vagy 36 eljárás, kötelezettségszegés eljárás folyik.
De ezeket egy nap alatt meg tudja oldani a kormány. Tehát amikor jogi problémák voltak decemberben, és be kellett adni, akkor egy nap alatt az igazságügyi minisztérium megcsinálta azt, amit kért az Unió, egy nap alatt a parlament elfogadta, és akkor kész. Tehát nem ördögi dolgok ezek. Ugyanakkor itt is ugyanaz a kérdés, hogyha beérkezik a pénz, akkor azt mire fordítjuk? Hát ugyanak megvan a módja, hogy kárenyhítési és különböző energiaracionálási programokra kell fordítani. Az egy téves információ volt, hogy a pedagógusok bérét majd a uniós pénzekből nem. Tehát az nem, ezt el kell felejteni. Nem, a pedagógusok bérét a költségvetésből kell rendezni. Tehát megvan annak a módja, megvan az útja, hogy az unióból jövő pénzeket mire kell fordítani. Napelemek és a többi. Beszéljünk egy kicsit az inflációról, ami elég érdekesen alakult az elmúlt évben, kicsit ijesztő is volt, elég régi rossz időkre emlékeztető irányok indultak el, aztán az év végére ez mégiscsak egy kicsit kedvező fordulatot vett. 22-ben 21% infláció volt, ebben az évben a statisztikai hivatal jelentése szerint 15,4%. Tehát az infláció mértéke csökkent. Na, de ezt hozzá kell tenni, hogy a tavalyi 21 néhány százalékos inflációra rakódott rá az idei 15. Itt a jó hír ebben az egész folyamatban az, hogy a recesszió, tehát a süllyedés az megszűnt. És ez jó hír. Most még lent vagyunk, de már nem süllyedünk tovább. Úgyhogy ez egy reményt jelent. Nőhet majd a gazdaság, gazdasági növekedés lehet, és így tovább erősödik. Mi az, amire alapozhatjuk ezt az optimizmust, hogy itt növekedés lesz? Melyik az a gazdasági ágazat, vagy mi az a irány, ami ebbe fog majd vezetni? Hát ugye nekünk alapvető erősségünk a gépiparban van, autóiparban, amely az elmúlt években a GDP-nek egy jelentős százalék. A magyar export 30-40%-át hozta az autóipar. Na most ebben bízhatunk, mert ugye újabb kínai autógyár jön Szegedre, a BMW is lassan elkezd működni, tehát az autóiparban bízhatunk, de ennek is van hátulütője. Ugyanakkor azért a német gazdaság eléggé rossz irányba halad, Kínából is most azért úgy tűnik, hogy megtorpan az a nagy szárnyalás, amit elindítottak. A minap egy szakértő azt írta, hogy az európai meg a kínai gazdaság elég rossz bőrben van. És hát valóban nagyon sok gonddal küzd. Ugye Kínának is ezek a nagy-nagy gazdasági növekedések azért nem teljesen váltak előnyére. Mert ugye nő a gazdaság, a fogyasztás nőtt Kínában, a motorizáció növekedett, de ezzel a környezet szennyezés is nőtt, és még egyéb kihatásai vannak. Tehát a kínai gazdaság is elérte azt, hogy utolérte a kínai gazdaságot az a sok-sok probléma, ami a modern gazdaság fejlődésével jár. Milyen hatása lesz, vagy lehet ennek Magyarországra? Hát Magyarországra ugye most nagyon belementünk a beruházásokba, a kínai beruházásokba. Zömmel akkumulátorgyárak. Így van, és ugye van olyan akkumulátorgyár, ahol egy gyárnak 680 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást adtunk. Az, hogy most ez majd hogy fog működni, meg a világkereskedelemben, a nemzetközi kereskedelmi életben, hogyan tud majd termelni hatékonyan. És egyáltalán kinek a pénztárcáját fogja gazdagítani ennek a nyeresége? Hát a súlyát azt a magyar gazdaságnak, az előnyét pedig nyilván a kínai tőkések fogják élvezni. Akkor mégis mire alapozzuk a magyar gazdaságot? Hát a magyar gazdaságot arra alapozhatjuk, hogy a mezőgazdaságunk tavaly is egy húzó ágazat volt. Na de hát ez a GDP termelésben a 10%-ot sem éri el. De egy húzó ágazat volt.
Itt abba lehet bízni, hogy Magyarország exportképes termékeket fog tudni előállítani. Melyik ágazatban? Hát ugye a feldolgozóiparban lehetséges, ami mezőgazdasági háttérrel rendelkezik, vagy pedig a gépipari gyártásban. Tehát itt most a gépipari gyártás alatt nem csak az autóipart értjük, hanem különböző szerszámgépeket és egyebeket, vagy elektronikai cikkekben. Abba mindig is jók voltunk. A régi KGST országban Magyarország volt az elektronikai iparnak a központja. Ilyen jellegű beruházások vannak ma Magyarországon? Igen, kevésbé, nem sok van. Ugye hát itt elektronikai iparban a Samsung és még egy néhány van Magyarországon, de ebben fejlődni kell. Ugye a kérdés az volt, hogy miben fejlődhetünk. Hát abban, amiben jók vagyunk, amiben mi tudunk exportálni. Ezt meg kell találni. A mostani gazdasági döntések ebbe az irányba mutatnak? Hát nem teljesen látom, hogy ebbe az irányba. Tehát most el vagyunk azzal, hogy akkumulátorgyárak tényleg nagy volumenűek, óriási vállalatok, csak ennek az a rákfenéje, hogyha 100 egységben nézzük az autógyár által, meg akkumulátorok által előállított termékeket, abból valójában 20%-nyi a magyar hozzáadott érték. És a többi az bejön alapanyagként, kimegy készterméként, tehát a valódi hozzáadott, amit a magyar gazdaság tesz hozzá, az kevés. Nagyon kevés, és ugye ebben még az is nagy probléma, hogy mindig mondjuk azt, vagy legalábbis a politika mindig mondja, hogy de majd a magyar munkaerőnek majd munkát ad. Na de hát úgy néz ki, hogy ide 500 ezer fülöpszigeti vendégmunkás fog jönni. Az viszont ráadásul a pénzét nem is itt költi el, hanem nagy részét hazaküldi. Így van. Mint ahogy a magyar munkások is küldik haza. Tehát ez egy érdekes dolog lesz. Érdekes lesz az, hogy hogyan működik. Ezt szerintem még ma Magyarországon senki nem látja. Csak sejteni lehet. Ha önön múlna, mik lennének az első döntései? Hát akkor 30 évvel fiatalabbnak kellene lenni, hogy én milyen irányban indítottam volna el az egész gazdasági folyamatokat. Mindenképpen számomra a legfontosabb dolog az lett volna, és ma is az, hogy Magyarországon van, és volt az elmúlt időszakokban körülbelül 700 ezer KKV, kis-középvállalkozás. Na most ezek bedolgoznak az autóipari cégeknél is, ezeket nagyobb mértékben kellett volna támogatni. A feldolgozóiparra nagyobb hangsúlyt kellett volna fektetni. Nem lett volna szabad a cukorgyárakat kiengedni, és így tovább. A bútorgyárakat. A külföldiek megvették a bútorgyárakat azért, hogy bezárják. És akkor hozták az olasz bútort, és a többi. Ugyanezt csinálták a hollandok a virág bizniszben. Megvették a nagy fóliaházakat, és 2-3-4 hónap múlva leálltak, mert hozták Hollandiából be a virágot. És a könnyűiparunk is és elment a kínai döntés. És sorolhatnám, tehát én azt hiszem, ott 30 évvel ezelőtt kellett volna, de talán 30 év után sem késő, vagy nem lesz késő. Nagyon, nagyon kemény megszorításokra lesz képes, és elég nagy változásokat kell hozni ahhoz, hogy helyrerázódjon. Milyen változásokra gondol? Például nem a szolgáltatóipart kell nagy mértékben fejleszteni. Tehát nem feltétlenül a Vodafone megvásárlása volt az, a 700-800 milliárd forintba került, nem ez volt a legfontosabb a magyar gazdaságban, és ez a Vodafone, amiben befektettünk, ami egy szolgáltató, az első évben 70 milliárd forint mínusz termelt. Tehát kíváncsi leszek, hogy majd a Ferihegy mit fog termelni, de ez is egy szolgáltató, tehát nem termelő. És kevesebb beszállítói bázist igényel. Mi az, amit tehetünk? Például itt a megyében milyen kiutakat találhatunk?
Hát itt a megyében nem egyszerű. Ugye én úgy tudom, bár, tehát itt is vannak tervek, beruházások, nagy vállalkozásokra. Ez a megye mindig, lehet, hogy még nagyon a múltba gondolkodom, de mezőgazdaságban mindig jó volt. A háztáji gazdaságok, hát a megye dolgozói abból éltek, hogy valahol dolgoztak, de az igazi pénzeket meg a háztáiba termelték meg. Tehát nem mondom, mert az Európai Unió stílusa nem az, hogy most majd otthon sertést tenyésztünk, és a többi. Tehát szó sincs erről, de... Amit említett a feldolgozóipart, azért az lehetne itt a és a feldolgozóiparnak dolgozzanak a háztáji gazdaságok. És mondjuk erre megvoltak a törekvések, a tészeket létrehozták, ahol a kistermelők, az őstermelők. Hát én úgy tudom, hogy 1 millió körüli őstermelő van a megyében, ebben nem vagyok biztos, de valahol e körül vannak. Régen, hát ugye csak régen erre a mi mezőgazdaságunkra épült egy orosz, vagy akkor szovjet piac. És hát ez megszűnt, és ez óriási baj volt a 90-es években, amikor egyik napról a másikra fordítottunk hátat a szovjet piacnak. Tehát az egy nagyon rossz döntés volt. Úgyhogy nem volt helyette más. Így van. Az Európai Unió milyen hatással volt a magyar mezőgazdaságra? Egy pillanat még. Az első évben, 90-ben, az első Antal kormány alatt a magyar GDP 30%-kal csökkent. Hát gondoljunk bele, most arról beszélünk, hogy 0,1 a GDP csökkenés a tavalyi évhez képest, vagyis az utolsó hónapokban. Meg mindig 4-5% növekedés volt, 3%, és akkor 30%. Tehát akkor belekerültünk egy olyan gödörbe, amikor szerintem a piacokat feladtuk, és a nyugat alig várt arra, hogy belépjen a magyar gazdák helyett, belépjen, sőt az amerikaiak almát, a hollandok almát exportáltak. 500 ezer tonna almát exportált a magyar gazdaság 80-as években. Szerintem tavaly nem lehet több 1000 tonnától. Azt mondja, hogy ezt azóta sem hevertük ki? Ez szerintem nem. A megye biztos nem. Ebben 100%-ig biztos vagyok. Na most az Unió, ugye ez volt a kérdés, hogy az Unió, hát ugye az Uniónak is megvan a maga mezőgazdasági politikája, meg mindenben megvan a maga politikája, ehhez igazodnunk kell. És akkor, amikor hát egy kicsit nyakasak vagyunk, hogy nem akarjuk, itt tudomásul kell venni, hogy csatlakoztunk egy érdekközösséghez, egy olyan szervezethez, aminek tagja vagyunk. 27-en tagjai, 26-an úgy általában egyetértenek, mi azért valamilyen módon kerüljük. Vagy nem szavazunk, vagy vétózunk, és ezek nem jó dolgok. Tehát az Európai Unió mezőgazdasága, ami most a közeljövőben ugyancsak bajba lesz, de... Hát ott is mindenhol tüntetnek a gazdák. Hát itt főleg az ukrán helyzet miatt, illetve az ukrán gabonától való félelem miatt. Ezt el is hiszem, de még ez korai. Tehát szerintem 8-10 évig Ukrajna nem hiszem, hogy az Unió tagja lesz. Akkor nehéz lesz a gazdák kérdése, de van még ettől is egy nehezebb dolog, a klímaváltozás, és ehhez igazodni. Tehát most ehhez kellene igazodni, hogy tolódik fel, az átlaghőmérséklet növekszik. A magyar mezőgazdaságban jóval nagyobb öntözési kultúrára lenne szükség. Ma már olyan országok, mint Szlovákia, Lengyelország, Csehország, görögdinnyit termel. Korábban soha egyetlen egy kilót sem. És Magyarországnak is megvan az a problémája, hogy hamarabb érik a dinnye, és nagy dinnye exportőrök voltunk, hamarabb érik az olasz, a spanyol dinnye, a görög dinnye, már csúcs, igen, de már csúcson van, és kezd leérni, és borzasztó olcsón tudják hozni Magyarországra, amikor a drágán előállított magyar dinnyét már nem lehet megfelelő áron eladni.
Gerhes Miklós, köszönjük, hogy befáradt, sokkal több optimizmusra okot adó dologról szerettem volna beszélgetni, szerettem de volna. Egyelőre csak a problémákat sikerült feltárni. Volna. Remélem, hogy fogunk még tudni beszélni. Így legyen. Köszönöm szépen, hogy befáradt. Én is köszönöm. Az állattartók többségének nincs elég információja az ivartalanítással kapcsolatban. Magyarország területén ma már szinte kezelhetetlenné vált azoknak a kóborállatoknak a száma, akik felesleges szaporulatokból nőttek ki, és maradtak az utcákon gazda nélkül. Erre jelenthet megoldást az ivartalanítási akció, amelyre oltott és csippezett állatok gazdáinak jelentkezését várják a napokban Kemecsei és Újfehértó térségében. Azt hiszem, hogy egy állatvédő nem hangsúlyozhatja elégszer azt, hogy ivartalanítsanak. Jelenleg ti is egy akcióban vagytok. Hogyan lehet bekapcsolódni ebbe az akcióba, és milyen településeket érint? Jelen pillanatban Szabolcs-Szatmár Bereg megye területét célozzuk meg ugyan helyi szervezetként, Szabolcs megyei szervezetként, de csak olyan településeken tudunk most ivartalanítási programokat folytatni, ahol vannak civil állatvédő aktivisták, és ők felmérik a jelentkezőknek a helyzetét, az, hogy jogosultak-e, mert igyekszünk célzottan ivartalanítási programokat folytatni, ami azt jelenti, hogy valóban a rászorulók, és valóban azok az állatok, főleg nőstény állatok kerüljenek ivartalanítási programba, akik évente többször is fialnak, vagy kijárnak, és folyamatosan kölyköket bontják magukból. Tehát ez a célunk, hogy ezt megállítsuk. Jelen pillanatban Kemecsén van egy ilyen célzott programunk, ez meg is lett hirdetve a közösségi oldalunkon, ahol olyanok jelentkezését várjuk, akiknek az oltás és a csippezés az már megtörtént, tehát ők már ezt megoldották, ugyanis sokan nem tudják, hogy az ivartalanítási pályázatokból ezt nem tudjuk finanszírozni, hanem ezt nekünk elő kell teremtenünk ezt az összeget, mert a magyar törvények értelmében sem ivartalanítást, sem igazából semmit nem lehet tenni oltatlan, jelöletlen állattal, és sokan azt sem tudják, hogy maga az oltásnak az igazolási oltási könyve, hogyha nincs azonosítóval ellátva az állat, az sem érvényes. Tehát a hatóságok azt sem fogadják el. Úgyhogy jelenleg Kemecsén zajlik ez az összeírás, jelentkezni lehet e-mailben az ivartalanítás.pcas@gmail.com e-mail címen, illetve Újfehértó területén, ahol a zebrendészeti teleppel is együtt dolgozunk, ott pedig egy helyi civil aktivista segítségével szintén, Kemecsén-Földi Andrea segítségével történnek ezek az ivartalanítások, és a Nyíregyházi Oltató Állat Kórházban zajlanak a kemecsei ivartalanítások. Hogyha valaki be tudja szállítani oltott csipezett állatát, az még jobb, de mindenképpen Andrán keresztül kell történnie, mert nagyon sok a dokumentációs követelmény, amivel ugye az elszámoláskor nekünk mindent be kell tudnunk mutatni. Úgyhogy oltott csipezett állatokat várunk jelentkezni Kemecsén. Mitől tudtok ti hatékonyabbak lenni, mint egy átlag ivartalanítási akció, amit mondjuk egy önkormányzat hirdet meg? Mi nagyon sok önkormányzattal dolgozunk, nagyon sok felé járunk, és elégedetlenek voltak az ivartalanítási programokkal, amit a Magyar Falu Program vagy egyéb ilyen ivartalanítási akció keretein belül próbáltak kivitelezni a helyi lakosság körében. Na most ennek az a titka, hogy ha állatvédő szervezeteket nem vonnak be, akkor a szakmai háttér, a tapasztalati háttér az nincs ott. Ugyanis ők nem állatvédelmi szakemberek, és nyilván az állattartók legnagyobb többségének el kell magyarázni, tehát információ hiányosak az ivartalanítással kapcsolatban, és ez azért beszélgetések folyamata, amit mi helyszíneken, kint területen dolgozunk, és elmagyarázzuk nekik, hogy az ivartalanítás miért fontos, miért előnyös. Ameddig ezt a magyar törvények nem kötelezik, addig csak úgymond rávenni tudjuk a gazdákat, az állattartókat erre, de a döntés az övéké. De mindenképpen egészségügyi, meg szaporodásbiológiai vonatkozásból Magyarország területén olyan mennyiségben van már kóborállat, akik ilyen felesleges szaporulatokból nőttek ki, és maradtak az utcáinkon gazda nélkül, hogy kezelhetetlen a probléma. És ezért ez a prevenciós tevékenység maga a megelőzésnek egyik fele az ivartalanítás, de hangsúlyozom, korán sem a végső megoldás, mert azért emellé kell egy nagyon erőteljes hatósági akarat, a szankciók, kellenek a bírságok, kellenek az eltiltások, be kell, hogy avatkozzanak a jegyzők, a hatóságok abba, ahogy az emberek azokat az állattartásokat, tehát ha nem a gondatlan tartás, ami áthajlik már esetleg állatkínzásba, az már BTK-s bűncselekmény. Az emberek
embernek hiányzik az információ. És egy önkormányzatnak nincs erre megfelelő szakértői csoportja, akiknek akár időben, akár energiában, akár szaktudásban olyan felkészültségük lenne, hogy ezt ők véghez tudják vinni, és az emberek megértsék a végén, hogy miért kell egy jó altanyítási programban részt venniük az állataikkal. Olyannyira, hogy azt hiszem, hogy kimondható az, hogy itt Nyíregyháza területén azért sikertörténeteitek is vannak. Így van, Nyíregyháza területén, a Huszár telepen ott több évet dolgoztunk azon, hogy az ottani állattartók megtanulják azt, hogy mire van szüksége az állataiknak, a veszettség, illetve a kombi és parvóoltásnak a fontosságát, és még ezen túlmenően saját maguk is fizessék ki az ivartalanításokat, azokat mi, vagy Földi Andi nagyon sokat összegyűjtött magánadományokból, de tehát mi ott elértük azt, hogy megértse a közösség, hogy ha állatot akar tartani, az felelősség, és neki gondoskodni kell róla, amihez hozzátartozik, nem hogy a kötelező oltás. A csippet 2013 óta kötelező oltani, csip nélkül nincs hivatalosan oltás, tehát a veszettség oltás csak csippezett állatnak adható, ezt minimum önköltségen nekik finanszírozni kell, és most már, amikor vannak háznál oltásos szervezett programjaink, a doktorulat rá tudjuk venni, és jön nyomott áron ugyan, tehát kedvezményt az ott lakóknak, de mindenképpen nekik kell kifizetni ott a helyszínen, és ez működik. És nagyon sok olyan állattartó van, aki megértette annak a fontosságát, hogy az állata védve legyen oltásokkal, és annak is, hogy egyáltalán ivartanításon átessen, mert nem tudjuk hova tenni ezt a rengeteg megszületett kölyköt. Ugye a szaporítás most már szabályozza szintén a törvény, tehát 10 feletti szaporulat már, tehát áthajlunk már a szaporításba, az már büntethetővé válik, és nem beszélve arról, hogy azt nagyon sokan nem tudják, hogy azzal is törvénytelenséget követnek el, hogyha úgy osztogatnak szét feleslegesen megszületni hagyott szaporulatokat, hogy sem csippel nem jelölik, sem pedig örökbefogadási vagy nagy isten adásvételi szerződést nem írnak hozzájuk, tehát ezzel is törvénybe ütköző cselekedeteket követnek már el a jelenlegi jogszabályok értelmében. A mostani akcióra, ami Kevecsét és Újfehértót érinti, honnan tudtok forrást szerezni, és ez a forrás körülbelül mennyi állatra elég? Jelenleg két ivartalanítási akciónk zajlik. Az egyik egy külföldi forrásból, a Suzy Utzinger alapítványnak a segítségével, ez egy svájci alapítvány, ő évek óta jelen van Magyarországon, és nagyon sok szervezetnek segít az ivartalanításoknak a támogatásában. Náluk nagyon fontos, hogy csak meghatározott állategészségügyi intézménybe, ami általuk jóváhagyott, csak ott történhetnek az ivartalanítások, és csak a gazdás kutyákat lehet ivartalanítani, tehát nem menhelyi állományokat vagy ilyesmit, tehát csak állattartók állatait, rászoruló állattartók állatait, előnyben részesítik a nőstény állatokat minden ivartalanítási programban. A másik programunk pedig, itt 4000 eurót nyertünk erre, a másik programunk pedig a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítványtól 3 millió forint összeget nyertünk pályázaton, amit a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei állatoknak, gazdás állatoknak az ivartalanítására lehet fordítani, és kihangsúlyozom, ismételtem, hogy mind a kettő összeg csak ivartalanításra fordítható, tehát sem oltás, sem csippezés nem tudunk belőle finanszírozni, ezért igyekszünk, hogy hatékonyak legyünk, és minél több állatot bele tudjunk a keretbe szorítani. Ezért is hirdettük meg most úgy Kemecsén az ivartalanítási akciót, hogy olyanok jelentkezzenek, olyan rászoruló családok, akiknek meghaladja a házi büdzsét az ivartalanításnak az összege, viszont az állataik oltottak, csippezettek, ezért azonnal tudjuk ivartalanítani őket, és nekünk ez nem extra költséget jelent. Korábban beszéltünk arról, hogy ez a 3 millió forint, ebbe kb. 100 állat fér bele. Hogy a nézők is értsék, hogyha mondjuk azt nézzük, hogy egy kutya kétszer tüzel egy évben, jobb esetben, akkor ez mennyi meg nem született felesleges szaporulatot jelent mondjuk 100 kutya esetében? Több ezer állatról beszélünk, meg nem született állatról és fel nem nőtt állatról, míg a több ezer, de most én nagyon kis számot mondok, tehát 100 feletti kutya esetén, hogy évi kétszer ivarzással egy minimum 5-ös alommal is, hogyha annak a fele meghal, vírusfertőzésben, balesetben, brutalitás által, akkor is több ezer állatról beszélünk, és ez a több ezer állat nem fog megszületni, nem fog éhezni, nem fogják bántalmazni, nem okoz majd problémát az utcáinkon, az embereknek, az önkormányzatoknak, nem kell hatalmas összegeket költeni az elhordatásukra. Tehát a prevenciónak ez egy nagyon fontos része, és így is több ezer állat
nem születik meg, és emellett sajnos több ezer állat megszületik, akikre nincs kapacitásunk, hogy összeszedjük őket. Bizonyos területeken, szegregátumokban, mély szegény területeken, és ezért fontos, hogy olyan állatokat vonjunk be a programba, akik valóban terhelik a rendszert, az állatvédelmi rendszert a folyamatos szaporodásokkal. És egy ivoros kutya esetében nem csak a szaporodás lesz az, ami a legnehezebben kezelhető, vagy talán az a legnehezebben kezelhető helyzet, de nem csak ez az, ami fontos. Gondolom itt arról is szó van, hogy egy állat, amikor ivarzik, sokkal inkább kijár, ez okozhat baleseteket, és az állat egészségesen szempontjából sem mindegy az, hogy ivartalanítva van, ezt jól gondolom? Az ivartalanítás nem csak a reprodukció megállítására szolgál, hanem nagyon sokan nem tudják, hogy egészségügyi vonatkozásban mennyire hasznos egy állatnak, egy nőstény vagy egy hím állatnak egyaránt. Ez orvosilag már igazolt tény, hogy nagyon sok ivartalanított nősténykutyánál például az emlődaganatok, vagy a genyes mélygyulladás az egyáltalán nem, hogyha mély eltávolítással történik, tehát ha rendes ivartalanítás történik, nem csak kasztráció, akkor a genyes mélygyulladásban nagyon sok állat meghal, nőstény állat. A prosztata daganatokban, heredaganatokban a hím ivarú állatok, daganatos megbetegedések azok nagyon nagy mértékben, ahogy az embereknél is, az állatoknál is már vezetik a listát az elhalálozások számában, és ez mindet vissza tudjuk szorítani. Minél fiatalabb korban vagy egy állat ivartalanítva, bár megmondom őszintén, korai ivartalanítás, tehát én megszoktam, tehát az ilyen 11 hónapos kort, 1 éves kort, de hogyha nagyon szükséges és túl sok állat él egy területen, akkor korábban is lehet ivartalanítani az állatokat, de általában mi megvárjuk ezt a kis felnőtt kort, és onnantól kezdve minél korábban, minél fiatalabban, annál jobb hatással van mind a viselkedésére. Nagyon sok domináns, agresszív kutyának például nagyon sokat változott a viselkedése az ivartalanítás után. Lenyugodtak, van, aki nem szokik már, van, aki nem agresszív, tehát nagyon-nagyon sok minden változhat. Az egyedül, ami negatívum, azért elmondom a negatívumot is, amit meg szoktunk figyelni, bár nekünk ugye, nem tudom, több ezer mentésünk volt, már 20 000 mentésen túl vagyunk, nagyon sok állatunk volt ivartalanítva, és azt kell mondjam, mert szerintem nekünk egy olyan 10% az aránya az elhízásoknak a hajlam, ugye hajlam az elhízásra, de ez a gazda függő, hogy mennyit mozgatja az állatot, milyen étellel eteti, tehát egy picit hízékonyabbak lehetnek egyes genetikailag, hogy olyan a hajlam, egyes állatok, de más negatívumot én nem tudok az ivartalanítás ellen felhozni, tehát több a pozitív, mint a negatív. Ugye, aki teheti, az vigye el az állatait ivartalanítani, illetve keressen ilyen ivartalanítási programokat mindenképpen a környékén. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc. Legközelebb új műsorral jövő hét hétfőn jelentkezünk. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!